Szepesi származású neves magyar és cipszer, vagyis szepességi szász családok leszármazottjai találkoztak Lőcsén. A régió egykor meghatározó evangélikus kisvárosában Gresik István vonós triója hangversennyel köszöntötte a résztvevőket. Az, hogy ide jönnek azok az emberek, akiknek a múltja, meg hát jelene is valami ide kötődik, ez így önmagában is nagyon jó, de sokkal élőbb, hogyha van valami olyan hozzájárulás, a zene erre nagyon alkalmas, vagy bármilyen előadó művészet, ami azt a pillanatot teszi széppé. Ők is ugye 90%-kal luteránusok, és akarnak talán úgy, mint kéne, megköszönni azért, hogy átéltek, hogy megint szabad jönni ide, mert ugye 56-ig úgy volt a határ, hogy a magyaroknak akkor nem volt szabad jönni, hogy szabad jönni, hogy szabad már városba is beszélni magyarul, és nincs probléma. És a lőcsei emberek mostaniak is becsülnek a turistákat, és becsülnek a magyarokat, és tudnak, hogy ezek a házak, és minden, amit mi örököltünk, hogy hát hiszen az ő ősök építették, akkor egész más már a Lőcse. A háromnapos rendezvényen mintegy 60-an vettek részt, hogy megosszák egymással családtörténeteiket, ápolják a régi hagyományokat és erősítsék egymásban a szepességi tudatot. Igyekszik mindenki a maga családját kutatni, a család régi házait, a síremlékeket és egyéb emlékeket. Többeknek vannak otthon írásos, tárgyi és fotó emlékeik, amiket a évtizedeken, 100 éven keresztül őrizgettek. Mi próbáljuk ezt az elsüllyedt világot, egy kicsikét ezt a szepesi Atlantiszt újra fölfedezni, nyomokat, és például olyan céllal is, hogy azért a régi szepesi történelem, szepesi magyarságnak a nyomait ne kerüljön feledésbe. Egy picikét ezt a tájat megpróbáljuk népszerűsíteni, megismertetni, és olyan információkat is hozni és terjeszteni, ami az úti könyvekből nem hiányzik, például azért, mert politikailag korábban tabu volt, vagy elfelejtődött, mert ez a táj már a magyar nyelvhatár fölött van. Már azt lehet mondani, hogy már csak mutatóba maradt szepességen magyar, azért ezeket próbáljuk mi felderíteni és kapcsolatba maradni velük. A szepességi családok leszármazottjai 2011 óta 4 évente találkoznak. Idén a régió ékszerdobozaiként számon tartott Lőcsét, Iglót és Késmárkot látogatták meg. A résztvevők zöme Magyarországról érkezett. De akkor Lőcsének a fontossága még tovább nőtt, hiszen ugye itt mentek keresztül azok a fontos ugye kereskedelmi ugye hadiutak, amik összekötötték Pozsonyt Kassával. Mesél Lőcse 19. századi virágkoráról Szente Miklós a találkozó főszervezője. A lőcsei szégyenketrecet Propsner Béla volt polgármester állítatta. A család leszármazottjai rendszeresen részt vesznek a találkozón. Fantasztikus belépni. Egy hatalmas nagy élmény, és az az igazság, magaménak érzem. Én még mindig gyakorlatilag még mindig úgy érzem, hogy felelős vagyok a lőcsei emberekért, és én még mindig felelősnek érzem magam a lőcsei házakért, épületekért, hogy megmaradjanak. És én azt vettem észre, hogy minden egyes évben, amikor megjövök, mindig valami újdonság, és nagyon-nagyon klassz, hogy megőrzik az itteniek is. Csehszlovákiából 1919 és 1945 között több hullámban menekültek el a szepességi magyarok, illetve németek. Jelentős részüket pedig kitelepítették, vagy az ország más részén kényszerlakhelyet jelöltek ki számukra. Édesapám úgy lett kiutasítva a Benes-dekretum alapján Lőcséről, vagyonát elkobozták, ingosságaikat elvették, és meg kellett ígérnie, hogy többször ide nem tér vissza, nehogy valaki úgy érezze magát, hogy még rajta próbál valamit visszaszerezni, úgyhogy ezt betartotta, ő magyar volt, és megtartottuk a magyarságunkat, magyar iskolába jártunk, megtartottuk a hitünket, és szívesen járunk vissza Lőcsére, mert úgy érezzük, a gyökereink innen származnak. A dédapámnak 3 lánya volt, és a 3 lány mind ment a férjével.
oda, ahova a férjét vezényelték. Az én nagymamám először Eperjesre, aztán Kassára került. Az első útja aztán ide vezetett, mert ő mindig jobban szerette Lőcsét, mint Kassát. Kassán nőtt föl, de a nyarakat itt töltött a nagymamájánál, az én dédmamámnál, aki akkor ott élt ebben a ma Krupek háznak nevezett házban. Én Krupek Barcsháznak mondom. Én azért tanultam meg vezetni egyáltalán, kocsit vezetni, amikor a gyerekeim 10-12 évesek voltak, hogy el tudjam őket hozni. És akkor anyukámmal jöttünk négyesbe. Férjem meg nem jött. Úgyhogy a gyerekeket hoztam. De hát ez nem olyan sokszor volt. Hazajövök, mégpedig úgy jövök haza, hogy annak idején, amikor gyerek voltam Budapesten, oly sokszor került szóba a ház, a város, hogy amikor én 1942-ben először jártam itt, minden ismerős volt, pedig addig még nem jártam itt. Minden tudtam a házba, hogy mi hol van, minden tudtam Lőcsén, máig is sok mindent, hogy ki hol lakott, mivel foglalkozott, hol volt a Pék, hol a Lakatos. Ez egy, hogy mondjam, a múlt hozadéka. És az, hogy itt nekiláttunk annak, hogy ebből a házból valami legyen, annak múltja és jövője van. Azzal, hogy ezt a házat, ami közben elkallódott, más kézbe került, visszavásároltam, a nagyobbikat megörököltem, azt olyan célra szeretném fordítani, ami kapcsolatot jelent Kárpát-medencén belül. Gresik Gyula lőcsei leszármazott, eredetileg a Cipser Steinhaus család tulajdonába tartozó, megörökölt, illetve részben visszavásárolt és felújított házában egy kápolnát hoztak létre. A németországi Bodenító környékén kiürített zárdából származó feszületet és terítőt abban a helyiségben helyezték el és áldották meg a johanniták, ahol az ellenreformáció idején a luteránusok megbújva imádkoztak. Egyrészt német nyelv. Viterületről német nyelvű területre jön, másrészt egy harcban álló, tehát Nyugat-Európában a kereszténység harcban áll, ezt nem szabad tagadnunk, harcban álló területről evakuáljuk oda, ahol tulajdonképpen itt egy katakomba kápolnát sikerül a profán létből újból szent helyé építeni. A szepességi város luteránusainak száma ma nem éri el a 200 főt. A Lőcsei Pálmester téren álló 3000 férőhelyes felújított evangélikus templomot egy-egy istentisztelet alkalmával csak 25-en látogatják. A kórház, a múzeumként szolgáló líceum, a kollégium és az evangélikus temető is a helyi egyházközség tulajdonában van. Bár ma a szepességben már nem élnek magyarok, a régió épített öröksége az egykoron itt élők jólétéről, gazdagságáról, a temetők pedig nemzetségükről tanúskodnak.